A Nyolc Boldogság Közösség rózsaeső imaestjére látogattunk Budapesten, az Örökimádás templomban, ahol több száz fiatal gyűlt össze, hogy közösen vegyen részt a 20. század egyik legnagyobb szentjének ünnepén. Körbejártuk, hogy mitől olyan vonzó sokak számára ez a minden évben megrendezésre kerülő imaest. Isten minden eszközt megragad arra, hogy az irgalmasságát megéreztesse az emberekkel, és ez is egy ilyen eszköz kis Szent Teréznek a közben járása, meg ez az imaest arra, hogy Isten irgalmasságát meg tudjuk ragadni, mert arra mindenkinek szüksége van. A celeb szent, tehát ő a leghíresebb a kármelita szentek között, hogy nagyon sok szentünk van, de ő az, akinek az ünnepére tényleg a templomok megtelnek. Valamiért ő a legnépszerűbb, és talán azért, mert nagyon-nagyon hitelesen, láthatóan, érthetően mutatja be, hogy mit jelent az, hogy az Isten feltételek nélkül szereti az embert. Velem is előfordult, hogy én már elfelejtettem évközben, mit kértem Teréztől, csak amikor megkaptam a levelet, és akkor néztem, hogy ez is teljesült, hú, köszönöm Teréz. Hát, tehát így volt egy ilyen év, hogy 5-6 dolog is, amit föl volt sorolva, az mind teljesült, és most is azért álltam ki tanúságot tenni, mert egy nagy dolog teljesült az életemben, amit kértem tőle. Boldogság közösség már nagyon régóta megtartja ezt az imaestet Homokkomáromban is, Keszthelyen is, és itt Budapesten is. Ez egy nagyon régi dolog, de én most igazából egy-két éve csöppentem bele, amikor elfogadtam a közösség meghívását, hogy itt misézek, illetve tanítást tartsak, tehát én egy ilyen meghívott vendég vagyok, ugye kármelitaként, ugye Liziói Terézhez kötődve, ez a két dolog pont jól összejön, hogy próbáljak minél hitelesebben tanítani erről az óriási szentről. 97 óta rendeznek a közösségben ilyen imaesteket. Annak az apropóján, hogy ez az az év, amikor október 19-én Kis Szent Teréz egyházdoktorrá avatták a katolikus egyházban, és hát nem sok év telt el azután, hogy az első franciaországi házunkban megrendezték a rózsaeső imaestet, hogy itt Magyarországon is elkezdtük ezt a hagyományt megteremteni. Általában 7 órakor kezdődik ez az imaest, ami egy tanítással, egy buzdítással kezdődik. Kis Teréz körül jövünk össze, az ő tanításában szeretnénk egy kicsit elmélyedni. Ezután a tanítás elmélkedés után kerül sor a tanúságtételekre, hiszen évről évre rendezzük az imaestet, és vannak, akiknek már van tapasztalata Kis Terézről, az ő közbenjárásáról, arról, hogy hogyan segítette az életüknek a különböző területét, és azok szívesen beszámolnak megélt, megtapasztalt ima meghallgatásokról. Ezután írunk egy kis levelet, a Teréz közbenjárását kérve különböző szándékainkra. A levelet egy borítékba rakjuk, ami nagyon fontos, hogy a saját címünkre címezzük meg, hiszen ez teszi lehetővé azt, hogy egy év múlva oda-haza egyszer csak megérkezzen a levél, amit mi magunk írtunk. Azt tudjuk, hogy II. János Pál pápa 3 vagon szentet avatott, tehát ugye többet, mint elődei együtt, de egy egyháztanítót. Ez a Liziói Teréz. Nem véletlen. Egy általános iskolát alig-alig elvégzett, 23 évesen meghalt francia, bezárt kármelita apáca. Egyháztanító belép abba a 35-ös körbe, mert 35 darab egyháztanítóval jelenleg, ahol ilyen gigászok vannak, hogy az Aquinói Szent Tamás, a Szent Ágoston, stb. És ott van a Liziói Teréz. Mert a pápa azt mondta, hogy éppennyire fontos ennek a evangéliumi egyszerű tanításnak a felragyogtatása, mint a legnagyobb szentek tanításának a felragyogtatása. Ő a liturgiában, az egyházi évnek az ünnepeiben szemlélt
minden, hogy az Isten hogyan szereti őt. Testvérek, az egyházi év ezért nem folklór. Ezért nem csupán ilyen tradicionális, visszatérő ünnepek halmaz, amit mindig meg kell ünnepelni. Ezért térnek vissza évről évre. Ennek a misztériumoknak az ünneplése, hogy azokat szemlélve a liturgia által mindig elmélyítsük magunkban azt, hogy nézd már, ez az Isten ilyen komolyan gondolja, hogy engem szeret. Van neki egy ilyen mondata, hogyha meghalok, ha mennyországba leszek, akkor rózsaesőt fogok hinteni a mennyből. És ezt az egyház, a keresztény világ annak tulajdonította, hogy ez a Lisieux-i Teréz egy nagy közbenjáró szent lesz, hogy ő sok csodát fog tenni, lehet kérni a közbenjárását. És valóban az a mostani imaest is pontosan erre alapozódik, hogy ez a kis Szent Teréz egy olyan szent, akinek a közbenjárását nagyon hathatósan lehet kérni, mert ő maga ígérte meg, hogy segíteni fog nekünk. Meg hát a hozzávaló korbeli közelség is, hogy ez a ő megfoghatósága segít a mai világnak abban, hogy kérjük az ő közbenjárását, mert régi szentek, akik olyan régen éltek, hát ki tudja milyenek, megfoghatatlanok, de olyan közel van, van róla képünk, fénykép, minden, és így ez a közbenjárás ezt a családiasságot fejezi ki, hogy ismerjük őt, közel van hozzánk, és mint nővérünktől kérjük, hogy segítsen bennünket dolgokba.